100 millióra büntette a gazdasági versenyhivatal az éremkibocsájtót. Gyógyszerészek is lebuktak, rákellenes szerrel trükköztek, és kivonul a Krímfél-szigetről a McDonald's. 4 óra van, ezek a Privátbankár híradójának legfontosabb hírei. Köszöntöm Önöket, Balla Györgyi vagyok. Az európai irányjal szemben mozog a magyar tőzsde. Az index 1,33%-os mínuszban volt kora délután. Az esést a két legnagyobb részvény, a MOL és az OTP diktálja. A vezető részvények közül az OTP, a Richter, a MOL és az M-Telekom is veszített értékéből a tegnapi záráshoz képest. A MOL 2%-os mínuszban van, az OTP pedig 1,1%-osban. A forinton viszont nem érződik az elbizonytalanodás. A bankközi devizapiacon már 306 alatt jár az euró forint árfolyam. 305 forint 86 fillért kell adni 1 euróért, míg egy svájci frankért kereken 250 forintot. A blue chipek közül csak a Magyar Telekom nem tud idén osztalékot fizetni. Amit eddig tudunk, a MOL és az OTP részvényesei a tavainál nagyobb osztalékot kapnak. A MOL ebben az évben 60 milliárd forintot fordít osztalék fizetésre, míg az OTP-nél 145 forint a részvényenként tervezett osztalék. A MOL árfolyama tegnap nagyot ugrott az osztalék hírére a budapesti értéktőzsdén. 2,91%-ot erősödött, ez a lendület azonban mára elfogyott. Csökkentette 2 forinttal a gázolaj literenkénti árát, a MOL a benzini ezúttal nem változott. Az árváltozást követően a gázolaj literenkénti ára 421-422 forintra csökkent, míg a benziné maradt 414-415 forint. A heti mérleg így az autósok szempontjából negatív, a gázolaj árát a héten szerdán 3 forinttal, míg a benzinét 5 forinttal emelte a MOL. Az elmúlt 2 hónapban nagyjából 15%-kal drágult a cukor, és még további áremelkedés jöhet. A világ cukortermelésének több mint egy negyedét adó Brazíliát, aszály sújtja, a második legnagyobb cukorexportőr Tájföldön pedig politikai feszültségek vannak, ezért lesz kisebb a kínálat és valószínűleg magasabb az ár. Mivel Magyarország a szükséges cukormennyiség 2/3-át importálja, itt is áremelkedésre lehet számítani. 100 millió forintra büntette a gazdasági versenyhivatala Magyar Éremkibocsájtó Intézetet, amiért megtévesztette a fogyasztókat. Hirdetéseiben számos olyan tartalmi és formai elem is volt, amely a hivatalosság látszatát erősítette. Ezen kívül termékeinek kedvezményes árával is megtévesztette a fogyasztókat a Magyar Éremkibocsájtó Intézet. 4 fővárosi gyógyszertár csaknem 400 millió forint ártámogatást vett fel jogosulatlanul egy csontrák elleni készítmény forgalmazásához. Az ártámogatás ampullánként több mint 37 ezer forint. A gyanú szerint a 4 budapesti gyógyszertár ténylegesen meg sem rendelte az elszámolt mennyiséget, csak a jogosulatlan támogatást vette fel a receptek után. Kivonul a McDonald's a Krímből, a gyorsétteremlánc honlapján jelentette be, hogy bezárja Szimferopolban, Szevasztopolban és Jaltában található éttermeit. A cég gyártási okokra hivatkozik, de a krími válság kitörésekor még azt mondták, csak felfüggesztik a munkát. Most viszont, ahogy megszilárdulni látszik az orosz ellenőrzés, úgy döntöttek, hogy inkább kivonulnak. Hétfőn délelőtt 10 órakor lesz legközelebb híradó itt a Privátbankár oldalán, addig is olvassanak bennünket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.